Átalakuló középfokú képzés. A februári jelentkezési lapokat gimnáziumokba, szakgimnáziumokba és szakközépiskolákba nyújthatják majd be a 8. osztályos diákok. Változások júliusban. A nyár közepéig nem módosulnak a kéménysepréssel kapcsolatos szabályok, hangzott el a fekete ruhások hagyományos megyeházi látogatásán. Eredményes pályázatok. Többek között egy kisállat röntgen készüléket vásároltak, és egy kennelsort is felújítottak tavaly az Állatbarát Alapítvány nyíregyházi telephelyén. Átalakulnak a középfokú oktatási intézmények 2016. szeptemberétől. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A februári jelentkezési lapokat gimnáziumokba, szakgimnáziumokba és szakközépiskolákba nyújthatják be a 8. osztályos diákok. A rendszerben mindenhol lehet érettségizni és tovább tanulni, de a tanult szakmákkal munkahelyet is kereshetnek a végzősök. Az átalakítással a hiány szakmákban való képzést is szeretnék erősíteni. A köznevelés is egy versenyről szól, amelyben a szakképzés sem szeretne lemaradni, és a legfontosabb, hogy bármilyen iskolatípusba jelentkezik a tanuló, sikeresen végezze el. A legjobb, ha olyan szakterületet választ, ahol később munkahelyet is talál. A 2016-17-es tanévtől átalakul a középfokú oktatás rendszere, és a reform ezt a célt szolgálja. A számadatok szerint is jelenleg jóval több tanuló szeretne gimnáziumi végzettséget, érettségit, mert noha vannak, akik célzott továbbtanulási szándékkal jelentkeznek egy-egy intézménybe és mennek tovább a felsőoktatásba, mellettük akadnak, akik a gimnáziummal csak időt szeretnének nyerni, és 4 évig gondolkodni, hogyan és merre tovább. Közelít az 5000-hez azoknak a 8-osoknak a száma, akik most a pályaválasztás előtt állnak. Szeretnék ebből a szeletből minél nagyobbat kihasítani a szakképző intézmények, a majdani szakgimnáziumok és szakközépiskolák számára. A Máté-Szalkai körzetben, a Máté-Szalkai tankerületben ez 552 gyereket jelent, pontosan erre a számra emlékszem. De azt azért látni kell, hogy ezeknek a gyerekeknek nagy része továbbra is a megszokott rendnek megfelelően valószínűleg gimnáziumi érettségi felé fog majd elmozdulni. A gimnáziumokban jellemző a többletbeiskolázás. A szakgimnáziumokból érettségi mellett valamilyen szakképzettséggel kerülnek majd ki a diákok. Innen is mehetnek tovább tanulni, de ha akarnak, dolgozhatnak is. Már elkezdődtek a tájékoztatók, roadshow-k, és minden térségben bemutatkoznak a képzőhelyek kínálatukkal. Nyílt napokat tartunk, nem egyet, nem kettőt több helyen, tehát lehetőséget biztosítunk az általános iskolai tanulóknak, hogy testközelből megtapasztalják a képzéseinket. Erre nagyon jó példa volt a Nyírbátori Betlen nyílt napja, ahol egy forgószínpadszerű szakmabemutató rendszer volt. Személyesen is volt szerencsém ezen részt venni, és a gyerekek nagyon élvezték. A középfokú oktatásban, amellett, hogy bizonyos szakterületeken kevesen tanulnak, sok a hiányszakma, a jelenlegi szakmunkás képzésből a diákok 35%-a lemorzsolódik. Ez probléma. A fenntartó minisztérium a következő évben egy úgynevezett GINOP pályázattal segíti a gyengébb iskolai teljesítményből adódó eltéréseket, a hátránykompenzálást. Ehhez a célzott programokat a centrumok készítik majd elő. Fantomdiákok ültek egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alapfokú művészetoktatási intézmény padjaiban. A NAV pénzügyi nyomozói által beszerzett bizonyítékok szerint az alapítványi iskola lejelentett képzésein 311 tanuló nem vett részt. A fenntartó így több mint 30 millió forintot tett zsebre jogosulatlanul. A beiratkozást azzal tették vonzóbbá, hogy nyereményjátékot hirdettek, a jelentkezők között televíziót sorsoltak ki. Ezzel a módszerrel szerezték meg a diákok személyes adatait. A NAV pénzügyi nyomozói az iskola naplójában és egyéb dokumentációjában olyan bejegyzéseket találtak, amelyekkel az elkövetők valószerűnek álcázták a csalást, például osztályozták a nem létező diákokat. Az ügyben a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói költségvetési csalás és magánokirat hamisítás miatt folytattak nyomozást. 36 gyanúsítottat kihallgattak és zárolták az iskola bankszámláját. A gyanúsítottak között igazgatók, gazdasági vezetők és tanárok szerepelnek. Az elkövetőket 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatja a bíróság.
Bár folyamatosan módosulnak a kéménysepréssel kapcsolatos szabályok, júliusig nem várható jelentős változás. Erről a kéménysepréipari Kft. Képviselői szóltak a megyeházán. A szerencsét hozó fekete ruhások idén is a hagyományoknak megfelelően az új év első munkanapján jó kívánságokkal érkeztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselőihez, és az idei aktualitásokról is értekeztek. Az új év búcsúztatása egy szerencsés új év köszöntése. Ez a célja évről évre a kéményseprők január elejé látogatásának. A megyeházi találkozón elhangzott, a szerencsét hozó kéményseprők hiedelmének kialakulásának alapja az, hogy azoknál a házaknál, ahova mentek, nem fordult elő a tüzelésből eredő tragédia, nem égett le a ház. A szakma idén jelentős változás előtt áll, az év első felében azonban nem lesznek változások. A következő hónapokban még kell fizetni a szolgáltatásokért. A kéményseprés a természetes személyek részére július 1-től ingyenessé válik. A kéményseprő tevékenységet két szervezet végezheti. Az egyik a kéményseprőipari szerv, amelyik megvan jelölve már, ez a katasztrófavédelem bizonyos szervezete, a másik pedig a kéményseprőipari szolgáltató. És a kéményseprőipari szerv fogja végezni a természetes személyek felé a szolgáltatást, a kéményseprőipari szolgáltató pedig a jogi személyek felé. És jogi személy alatt értjük azokat a vállalkozásokat, illetve magán lakásokba bejelentett valamilyen adószámmal rendelkező vállalkozót, egyéni vállalkozót is, ahol egy ilyen bejelentés alapján a cégnek a székhelye, fióktelepe vagy leányvállalata működik. Közel 50 féle kémény van felsorolva a szférára vonatkozó törvény mellékletében. Ezzel kapcsolatosan fontos, hogy a kéményseprési díjak az elmúlt években nem változtak, a következő hónapokban is átlagosan 2000 forint marad a díj kéményenként. A találkozón Sesztán Koszkár, a megyei közgyűlés elnöke a jövőbeni kihívásokról értekezett a szakma képviselőivel, valamint szólt a megyét érintő lehetőségekről is, a terület és település fejlesztési operatív programról. Úgy, hogy az sejthető volt, karácsony előtt megjelentek a támogatási felhívások. Karácsonyban, illetve hát a két ünnep között már nem sok dolgunk akadt ezzel, viszont a új év első napjaiban annál nagyobb intenzitással és elszántsággal vágunk neki ezeknek a feladatoknak, én is, illetve munkatársaim. 6 támogatási felhívás jelent meg karácsony előtt, ami már január első napjaiban is munkát ad nekünk, és hát reméljük, hogy folyamatosan jelennek meg a többi támogatási felhívások is az év első felében. A felhívásokról, keretösszegekről és határidőkről keddesti híradónkban részletesebben szólunk. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal támogatásának köszönhetően az Állatbarát Alapítvány nyíregyházi telephelyén a 2015-ös évben egy kennelsort felújítottak, valamint egy kisállat röntgen készüléket vásároltak korszerű állatorvosi rendelőjükbe. Az állatotthon folyamatosan teltházzal működik, jelenleg közel 200 kutya és 60 cica várja örökbefogadóját. Az Állatbarát Alapítvány menhelye a 2015-ös esztendőben közel 700 kutyát fogadott be, és 180 cicának biztosított ideiglenes otthont. Közülük 500 kutya talált új gazdihoz, vagy került vissza eredeti gazdájához. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a menhely lakói korszerű épületekben várják leendő gazdiaikat. Egy színvonalas létesítmény fogadja az állatotthonba érkező látogatókat. Pályázati támogatással sikerült az egyik kennel sorunkat teljes mértékben felújítani, ez konkrétan szigetelést, téliesítést jelentett, illetve óriási lépés az életünkbe, hogy egy megújuló energiarendszert építhettünk fel és használhatunk, így nem csak költséghatékonyabban tudjuk működtetni állatotthonunkat, hanem környezetkímélőbb üzemmódban is. Az Állatbarát Alapítvány telephelyén egy korábbi pályázat kapcsán karantén, valamint egy jól felszerelt állatorvosi rendelő és műtő épült. Ami fejlesztés történt az állatorvosi rendelő terén, ez óriási lépés a mi számunkra. Szintén pályázati beruházásként sikerült egy röntgengépet vásárolnunk, egy kisállatröntgent, ami azért nagyon fontos, mert ugye az állatmentő tevékenységünk kapcsán rengeteg sérült, balesetet szenvedett állat kerül a menhelyünkre. Az ő diagnózisuk felállítását azonnal meg tudjuk oldani, végre
végre tudjuk hajtani, nem kell őket még a fájdalmaik ellenére is más helyre szállítanunk. Az állatorvosi rendelőben az alapítvány állatorvosa napi szinten gyógykezeli a menhely lakóit. A műtőben a 2015-ös esztendőben több mint 300 kutyát ivartalanítottak, illetve a kölyökként új családba került állatokat is visszavárják ivartalanításra. Az Állatbarát Alapítvány munkatársai kampányaik során is az ivartalanításra és a felelősségteljes állattartásra hívják fel a lakosság figyelmét, valamint hangsúlyozzák, hogy csak azok fogadjanak magukhoz állatot, akik tájékozódtak a kutya vagy cica igényeiről, tulajdonságairól, szükségleteiről, és az állat élete végéig biztosítani tudják számára ezeket a feltételeket. Teljesen kiégett egy személygépkocsi vasárnap este Kölcsey és Túr Istvándi között. A vizsgálat megállapítása szerint az autó lecsúszott az úttestről, majd az útmenti bokrok között felborult és kigyulladt. A jármű vezetője eltűnt az eset helyszínéről. A magyar népművészet remekeit, köztük menyasszonyi kelengyét és egy 18. században készült festett ládát is láthatnak azok, akik a tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumba látogatnak. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A világranglista 215. helyén zárta az elmúlt évet Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező új edzője Sábolt Attila társaságában január 1-én utazott Ausztráliába, ahol először egy Challenger tornán lép pályára, majd Melbourneben az év első Grand Slam tornájának selejtezőjéből igyekszik feljutni a főtáblára a korábbi junior wimbledoni bajnok. Tatai edzőtáborozással kezdi az évet Hellebrand Máté, aki január közepétől Portugáliában folytatja majd a felkészülést. A 20 kilométeres távon már biztos olimpiai résztvevő gyalogló 50 kilométeren is megpróbálja teljesíteni az ötkarikás szintet. A magyar népművészet remekeit, köztük menyasszonyi kelengyét és egy 18. században készült festett ládát is láthatnak azok, akik a tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumba látogatnak. Az ácsolt és festett ládák Palóc földről című vándorkiállítás az Egri Dobó István Vármúzeumból érkezett, és január közepéig látogatható. A tiszavasvári múzeumba látogatók az ácsolt, vésett motívumokkal díszített, valamint a festett ládák történetét, lakáskultúrában és a népszokásokban betöltött szerepét, valamint készítésmódját is megismerhetik. Néhány elveszett mestereit be is tudjuk itt mutatni, hiszen itt van Kovács Szabolcs például mezőkövesdől, aki még mindig készít ilyen pingált ládákat, tehát beszeretnénk varázsolni ide a látogatókat egy elfeledett folklórhagyományba is, mint ahogy lehet látni a kiállításban, például az ágyvitelt is bemutatjuk, és a menyasszonyok régi hagyománya is megjelenik. Azaz, hogy annak idején a lányok hogyan is gyűjtöttek kelengyét, és ennek a legjellegzetesebb eleme a kelengyeláda jelenik meg itt ebben a kiállításban. Ez a pingált menyasszonyi rózsás láda vélhetően Egerben készült az 1860-as években, de ettől régebbi matuzsálem is látható a kiállításon. Ezt a ládát a feljegyzések szerint Sajógömörben használta a Holló család. Nagyon különleges tárgyak érkeztek hozzánk Egerből. Egy 18. századi kelengye láda szerepel a tárlatnak a középpontjában, amelynek különböző pingált részeit le is tudták vezetni a néprajzkutatók, hogy milyen festett templomok kazettáihoz hasonlítható. Úgyhogy itt megjelennek a festett templomok is. Ugye a mi megyénk is híres arról, főleg a Beregi-Szatmári vidék, hogy kazettás mennyezetű templomok vannak. Nem volt ez másképpen Észak-Magyarországon sem, és ez megjelenik a paraszti kultúrában is, a kelengyeládában is. A magyar népművészet remekeit, valamint a pingált bababútorokat január közepéig láthatják az érdeklődők Tiszavasváriban. A világranglista 215. helyén zárta az elmúlt évet Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező új edzője Sábolt Attila társaságában január 1-én elutazott Ausztráliába, ahol először egy Challenger tornán lép pályára, majd Melbourneben az év első Grand Slam tornájának selejtezőjéből igyekszik feljutni a főtáblára a korábbi junior wimbledoni bajnok.
Profi karrierje 5. évét zárta 2015 végén Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező meglehetősen mozgalmas időszakot tudhat maga mögött, mivel az elmúlt évet még Franciaországban Olivier Taumo edző irányításával kezdte, majd Budapesten Jancsó Miklóssal készült a versenyekre, néhány hete pedig az eddigi utolsó Grand Slam főtáblás hazai férfi teniszezővel, Sávot Attilával dolgozik együtt. Miközben a magyar Davis Kupa csapat a korábbi junior wimbledoni bajnok vezérletével 16 év után visszajutott az euróafrikai egyeszónába, az egyéni versenyeket tekintve maradt hiányérzet a 23 éves játékosban, mivel a korábbi legjobbjának számító 135. helyezéshez képest 80 helyet visszacsúszott a világranglistán. A legjobb tornám szerintem a ATP 500-as barcelonai, ahol a főtáblára feljutottam. Ott nagyon jól játszottam, és talán ezt is sajnálom a legjobban, mivel az első körben egy verhető ellenfelet kaptam, de sajnos kikaptam tőle, úgyhogy ott még tudtam volna egy kicsit menetelni. Fucsovics január 1-én Sávolt Attila társaságában már el is utazott Ausztráliába. Először is kezdek egy Challenger tornával, egy főtáblán leszek Adelaide-ben, majd Melbourne-ben 13-án a selejtezőt fogom játszani. A legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező céljai 2016-ban sem változtak, szeretne Grand Slam torna főtáblájára kerülni, a világranglistán pedig először a top 100-at, majd a legjobb 50-et célozza meg Fucsovics Márton. Tatai edzőtáborozással kezdi az évet Hellebrand Máté, aki január közepétől Portugáliában folytatja majd a felkészülést. A 20 kilométeres távon már biztos olimpiai résztvevő gyalogló 50 kilométeren is megpróbálja teljesíteni az ötkarikás szintet. Sikeres 2015-ös évet tudhat maga mögött Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló teljesítette az olimpiai szintet, így Rióban már másodszor szerepelhet majd az ötkarikás játékokon. Az év főversenyén, a dél-koreai univerziádén a 4. helyet szerezte meg a 27. születésnapját január közepén ünneplő atléta, akinek az ősz végén egy hónapos sérülés miatt ki kellett hagynia, de az évzáró tatai edzőtáborban már ott tudott lenni Pokrovenszky József tanítványa. Hellebrand a 2016-os esztendőt is edzőtáborozással indít. Szinte az egész január edzőtáborban fogom tölteni. Január 4-én kezdődik egy tatai felkészülés, ami mindössze két hetes lesz, és január 18-án fogunk indulni Portugáliában, ott is két hetet fogunk eltölteni. A gyalogló már korábban is kacérkodott az 50 kilométeres távval, most pedig edzőjével úgy döntöttek, hogy megpróbálja teljesíteni a hosszabbik olimpiai táv kiküldetési szintjét is. Olyan szerencsés helyzet vagyok, hogy 20 kilométeren már biztos induló vagyok az olimpián, és emiatt vagyunk olyan bátrak, hogy megpróbálnánk 50 kilométeren is teljesíteni a szintet. Ha ez sikerül, akkor még gondolkodnánk az edzőmmel Pokrovenszky Józseffel, hogy most a 20 vagy az 50 kilométert választjuk az olimpián. A kettőt egyszerre nem merjük bevállalni, mert mindössze csak egy hét van az olimpián a két szám között. Viszont hogyha ez a márciusi verseny, ahol 50 kilométert fogok versenyezni, ha ez annyira jól sikerül, akkor elgondolkodunk, hogy melyik szám érné meg jobban. A 20 kilométer bármilyen meglepő is, az nagyon gyors szám, ott semmi taktikát nem kell alkalmazni igazából, az elejétől a végig nyomni kell, ami a csövön kifér. 50 kilométeren viszont már előtérbe helyeződik a taktika, és sokkal lassabb versenyszámnak minősül a 20 kilométerhez képest. A 31. nyári olimpiai játékokat augusztus 5-e és 21-e között rendezik meg a brazíliai Rio de Janeiro-ban. Hellebrand Máté a tervek szerint márciustól minden hónapban legalább egy alkalommal rajthoz áll majd, hogy minél jobb formában lendüljön az év legfontosabb versenyére. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. Átalakulnak a középfokú oktatási intézmények 2016. szeptemberétől. A februári jelentkezési lapokat gimnáziumokba, szakgimnáziumokba és szakközépiskolákba nyújthatják be a 8. osztályos diákok. A rendszerben mindenhol lehet érettségizni és tovább tanulni, de a tanult szakmákkal munkahelyet is kereshetnek a végzősök. Az átalakítással a hiány szakmákban való képzést is szeretnék erősíteni. Bár folyamatosan módosulnak a kéménysepréssel kapcsolatos szabályok, júliusig nem várható jelentős változás. Erről a Kéményseprőipari Kft. Képviselői szóltak a megyeházán.
A szerencsét hozó fekete ruhások idén is a hagyományoknak megfelelően az új év első munkanapján jó kívánságokkal érkeztek Szabolcs-Szatmár Bereg megye képviselőihez. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal támogatásának köszönhetően az Állatbarát Alapítvány nyíregyházi telephelyén a 2015-ös évben egy kennelsort felújítottak, valamint egy kisállat röntgen készüléket vásároltak korszerű állatorvosi rendelőjükbe. Az állatotthon folyamatosan teltházzal működik, jelenleg közel 200 kutya és 60 cica várja örökbefogadóját. A Kölcsei Televízió híradóját látták hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Híreink továbbra is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb havazással. Nyugat-délnyugat felől mediterrán ciklonok érik el térségünket, emiatt egyre enyhébb, változékony és csapadékos időjárásra van kilátás. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, az éjszaka első felében havazás valószínű. A délkeleti szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában mínusz 8 fokig csökken a hőmérséklet, holnap napközben csak rövid időre szakadozik fel a felhőzet. Havazás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 4 fok körül alakul. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban további enyhülés várható, az éjszakai fagyok mérséklődnek, napközben egyre több felé fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet. Eleinte több felé valószínű havazás, majd ónos eső is lehet. A hétvége felé már egyre kevesebb helyen eshet.